Hello mindenkinek! Rezsek vagyok, azaz folytassuk a Risen végigjátszását, azon belül irány az utolsó, végső harc. Ezt szépen megfogalmaztam. Már csak az a jó kérdés, hogy hol van a titán nagyúr koponyája. Vagy melyik az? Á, itt van. Nem vettem észre. Hát gyerekek, ez durva lesz. Jó, hogy van pajzsunk. Na gyerünk nagy menőn. Ez jó lesz. Futi, futi, futi. Ki se látszik a fejünk abból a sisakból. Szóval ilyen egy tűztitám. Igen, amik elkezdenek villogni, azok el fognak tűnni. És ilyenkor el kell tűnni a közeléből. Oh-oh! El fog tűnni ez a gyűrű. Jó, akkor... Ah, basszis! Ezt hogy csináltam? És egy nagy ütés! Külső gyűrű talán a legbiztonságosabb. Na jó. Bevittem neki már ennyi ütést. Na, gyerünk még egyszer! Hát, igen, ez várható volt. Jó, ez nem vill. Jó. Lökés hullámok, meg ilyenek. Járjunk, add neki egy headshotot. Most majdnem sikerült leesnem. Hú, még boss fight közben is kell itt menteni, most komolyan. Egyébként annyira frusztráló az az érzés, hogy egyszerűen nincs életcsíkja. Hopp. Ezt hogy csináltam? Na. Ez csúnya volt. Jó, minden egyes ütés után inkább mentek egyet. Ki tudja, mikor lesz le a fene. Ó! Hopp! Áh! Ugrás! Ó! Épp hogy, épp hogy! Gyerünk! Há, fene, nem találtam el. Na gyerünk! Menni fog ez, érzem. Jézusom, ki kell kloffolni egy titánt? Mi ez? Igen, ezelőre érdekes lett volna kitérni. Még mindig nincs kellett megadni magad? Áj, ezt is úristen. Szívós egy titán vagy te. Ajajaj! Gyerünk! Még mindig nem adod meg magad? Már kezd elegem lenni belőled. Ó, de! Ja, hogy pont megadta magát! Gyerünk! Valamit kezdjél vele! A pecsét? Szóval így lett elzárva.
Gyerünk, még adj neki egy kicsit. Nice. Hú, ezen ne legyőztük a titánt. Yay! Ez lenne a pecsét. Hát igen. For hundreds of years, humanity lived a slave to the gods. When the gods left, the titans rose. Mankind was left to die. But one island has survived. One man has shown the way. The flame of hope burns bright. Mankind has risen. Igen! Igen! Ezennel kivittük a Risent. Hát... szerintem ez egy nagyon jó játék, és... egy kicsit a gotik hangulatát is még megtartotta. Amit egyébként nagyon szeretek benne. Pontosan ezért tetszett meg ez a játék. Mert mondhatni egy gotik klón. Más történettel, más ellenfelekkel. De így vagy úgy... ezt én még gotiknak nevezném. Egyszerűen... hasonlít rá. Elvégre ugyanazok csinálták. Na, de minden esetre akkor... végeztünk ezzel a játékkal. Ami egyébként egy élmény volt ismét. Szóval akkor... következőnek még nem tudom, hogy mit fogok játszani. Elvégre mondjuk felvetettem egy kérdést még a... Reapolt Night of the Raven videómba. Hogy esetleg a Gothic 2-t, a simát is kiviszem, és párán írták, hogy jó lenne. Szóval lehet, hogy azt is majd elkezdem, de nem hiszem, hogy most egyből ezután. Mert túl monoton lenne, van egy ilyen megérzésem. Szóval akkor, következő videómig is, ha esetleg kérdésetek lenne a játékkal kapcsolatban, akkor... írjatok le arra egy kommentet, vagy YouTube-ra egy levelet, például az e-mail címemre levelet, amit a leírásban találhattok. És akkor... a következő videómig is. Sziasztok!